Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket az Egri Városi Televízió Egészségtár című magazin műsorában, amely havonta egy alkalommal jelentkezik. Mai adásunknak azt a címet adtuk, hogy lelki segítségnyújtás az Egri Markóth Ferenc Kórházban. Ehhez a témához hívtunk szakértő vendégeket. Manapság már nem olyan ritka jelenség, hogy a kórházakban, és így az Egri Markóth Ferenc Kórházban is, amely jó példával szolgál országosan, a betegágyaknál civil szervezetek, egyházi közösségek, mentálhigiénis szakemberek jelennek meg és segítenek a betegeknek a lelki gyógyulásban. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Dr. Nagy Katalin pszichiáterfőorvosnőt, a pszichiátriai gondozó vezetőjét, Csomós Anikó református lelkészt, és végül, de nem utolsó sorban, Ipasné Kulkiszki Réka mentálhigiénés szakembert. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. És akkor vágjunk is bele, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos a téma, amiről most beszélgetünk. Talán kezdeném önnel, hiszen főállású mentálhigiénikus a kórházban. Hogyan került ebbe a munkakörbe? 3 éve dolgozom a kórházban, adminisztratív munkakörben kezdtem a hospice osztályon. Egy alapdiplomával rendelkeztem, és ezért ott szembesültem ezzel, hogy mennyire szükség van mind a betegeknek, mind a hozzátartozóknak, de még az ott dolgozó ápolóknak, szakdolgozóknak is arra, hogy tehát a lélekgondozásra, a lelki segítségnyújtásra, megnyugvásra, biztatásra, egyfajta... Hogyan fogadták a kollégái, a kórházi kollégák az ön érkezését az egyes osztályokra, tehát ebben a munkakörben? Ez úgy zajlik, tehát ennek a felmérése, hogy a osztályvezető főorvosok szokták ezt a főnővérekkel tehát megbeszélni vizit kapcsán, hogy ki milyen állapotú. Tehát kinek van szüksége arra, hogy esetleg egy segítő beszélgetés formájában mellé ülni, támogatást adni, és hogy amikor, tehát ők ezt megbeszélik, és úgy tartják, hogy ő neki szüksége lenne rá, akkor szoktak engem felkeresni, és akkor szoktam én ebben a kapcsolatban belépni tulajdonképpen. A beteg is jelezheti ezt a nővérek orvosok felé, vagy közvetlenül önhöz? Igazándiból nővérek is, tehát bárki, orvos is, nővérek is, általában főnővérek szokták, pontosan az orvossal konzultálva, mert ugye ők tudják megítélni, hogy most ez egy mentálhigiénés szintet ér el ez a probléma a betegnél, vagy esetleg pszichológus, vagy pszichiáter szintet. Tehát ezt általában ők, de minden, volt persze olyan esetem is, amikor nővér szólt konkrétan, hogy gyere már, légy szíves, mert őnek nagyon nagy szüksége lenne, hogy segítsek. Akkor avasson most be bennünket egy kicsit a munkájába, hogyan zajlik egy ilyen napja, hiszen akkor vannak betegek, akikkel akkor találkozik először. Tehát nagyon fontos, gondolom, hogy ott pár perc alatt már meglegyen az a bizonyos kapcsolat, hogy megnyíljon önnek. Ez érdekes, mert úgy gondolná az ember, hogy amikor odalépek egy idegen emberhez, hogy ő esetleg távolságtartó lesz, vagy esetleg nem szeretne velem, mert egy idegen ember mit szeretnék én tőle, és nem így zajlik. Tehát pont ez volt a meglepő, amikor először én ezt elkezdtem gyakorolni, hogy odalépve hozzájuk, kedvesen, mosolyogva, segítőkészen, megnyílnak. Tehát olyan dolgokat is elmondanak, amit esetleg orvosnak, vagy családtagoknak nem. Tehát olyan meglepően meghitt és bizalmas kapcsolat alakul ki közöttünk, amit tulajdonképpen én úgy is szoktam, hogy ha egyik osztályról mondjuk átkerül másikra, akkor én végigvezetem őt a hazameneteléig. Sőt, még utána is van, amikor telefonon, tehát amikor ő igényli, vagy kéri, akkor még számtalan esetben volt olyan, amikor még otthonról is beszélgettünk. Sőt, volt, amikor be is jött hozzám a kórházba. Tehát ilyen is előfordul. Ma már az orvostudomány is elismeri, hogy nagyon sok betegség kialakulásában lelki bajok játszanak közre, és hiába gyógyítjuk a testet, hogyha a lélek bizony ott marad a gondokkal és a problémákkal. Milyen tapasztalatai vannak, tehát mennyire partnerek önnek az orvosok, illetve az ápolók? Egyre jobb a helyzet, azt tudom mondani. Eleinte, tehát eleinte egy kicsit idegenkedtek. Tehát mit is szeretne, mi az ő feladata, miért ül ő ott? De aztán
ahogy megismertek, tehát ez kell egy személyes kapcsolat. Ugye én is, hogy így mondjam, idegenként kerültem be abba a közösségbe, tehát hogy megismertek, tudják, hogy én vagyok, beszélgetek velük, és így, tehát amikor kialakul közöttünk az a kontaktus, így már egészen másképp viszonyulnak ők is hozzá. De én azt tudom mondani, hogy folyamatosan fejlődik, tehát jó irányban haladunk. Minden nap van ilyen feladata? Minden nap, igen. Tehát a különböző osztályokra járok. Van olyan, amikor konkrétan például kérik, hogy van egy új beteg, hogy ő hozzá, de rendszeresen gondozott betegeim, amik most jelenleg most vannak többen. Tehát akikhez különböző osztályokra bejárok. Ezt mindenképp meg szeretném kérdezni, mert ebben is biztos van tapasztalata, tehát a halál gondolatát megszokni, azt szerintem nem az, hogy megszokni, egyáltalán nagyon nehéz tudomásul venni, és elsősorban a családtagoknak ezeket hogyan lehet egyáltalán lélekkel és lelki segítségnyújtással, hogy mondjam, enyhíteni a fájdalmat. Ebben most az egy kicsit az én segítségem, hogy egy picit a magánéletemről csak annyit, hogy én nagyon hamar és rövid idő alatt veszítettem el a szüleimet, és ez egy nagyon mély nyomot hagyott bennem. Tehát nem könyvízű, amikor hozzáfordulok egy beteghez, vagy egy hozzátartózó, hanem át tudom érezni teljes szívemből azt, amit ő érezhet, vagy érez, mivel hogy én is már túlestem ezen. Talán lehet, hogy ez is alakítja ezt a különös lelki kontaktust közöttünk, és ami talán nagyon is, hogy segíti ebben az esetben az én munkámat és a hitelességemet. A beteg ágyánál nagyon gyakran az egyház képviselői is részt vesznek és segítenek imával vagy beszélgetéssel a betegnek. Ön 4 éve foglalkozik a Markóth Ferenc Kórházban betegekkel. Hogyan kezdődött ez, ha jól tudom, ez 20 éves tapasztalat már? Végül is 2010. decemberétől vagyok Egerben a Markóth Ferenc Kórházban kórházlelkész. Ezt megelőzte egy 20 éves gyülekezeti szolgálat. Végül is a tapasztalatom nagy részét, az emberekkel való foglalkozást innét merítettem. A püspöki kar, tehát Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöki kara nevezett ki engem erre a szolgálatra, és így indult el itt Egerben. És önt kikeresi föl, hogy páradjon be és a betegágyhoz, segítse a beteget a betegágynál? Érdekes dolog, mivel Magyarországon a kórházakban vannak olyan kórházak, például Budapest, Miskolc, Debrecen, ahol majd 20 éves múltra tekint vissza a kórházlelkészi szolgálat. Itt Egerben, tehát 4 éves múltunk van, és nekem kellett azt az utat kitaposni, ahol most járunk. Eleinte eléggé furcsán néztek rám a kórházi dolgozók, nem tudták elképzelni, hogy a kórházban a lelkész mit keres, azon kívül, hogy az utolsó gyónást, úgymond az utolsó kenetet feladja, mint katolikus társaink teszik, és hogy én, mint református kórházlelkész, én mit csinálok. Csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy az ember, ha beteg, akkor annyira gyámoltalan. Amikor nem tudja kiszámítani a következő pillanatot, hogy mi lesz vele, és milyen vizsgálatokra fogják vinni, mi fog történni, akkor annyira elanyátlanodik, hogy így mondjam. És kiszolgáltatott helyzetben. Igen. Szerintem senki közülünk, senki nincs olyan helyzetben, hogy szeret szenvedni, szeret fájdalommal élni, és amikor ez megtörténik a szervezetünkben, akkor mindig kiszolgáltatottá válunk, hiszen nem mindig tudnak segíteni a dolgainkon, a fájdalmainkon. És egy ilyen állapotban lévő ember mellé, ha odalépek, vagy valaki odalép, ugye, mint a mentálhigiénés munkatársnő mondta, és megkérdezi, hogy hogy van, hogy érzi magát. Úgy, ahogyan ő mondta, hogy mosolyogva, tényleg nagyon-nagyon fontos, mosolyogva, és valahogy feloldódnak az emberek. Magam sem tudom, én azt mondom, hogy ez egy isteni csoda, hogy teljesen ismeretlen emberekhez oda lehet lépni, és megkérdezni, hogy hogy van, és a még nagyobb csoda, hogy ő pedig megnyílik. És akkor elkezdődik ez a kapcsolat kialakítása. Eleinte
a nővérekkel próbáltam úgy beszélgetni, hogy mégiscsak ismerkedjünk. Tehát végül is szerintem a kórházban a nővéri, az orvosi kar az, akik állandóan ott vannak. Ugye a beteg létszám változik, hol többen, hol kevesebben is cserélődnek, hál' Istennek, mert ugye a beteg hazamegy egy idő múlva, de az orvosi kar, tehát a dolgozók ott maradnak. És gondoltam, hogy a velük való barátság, a velük való kapcsolatkiépítés nagyon sokat tesz az én munkámban, és etéren próbáltam először lépni, hogy velük építettem egy bizonyos kapcsolatot, és aztán eljutottunk már arra a szintre, hogy szólnak. Tehát megjelenek minden nap, és ők szólnak, hogy ezen az osztályon ez vár, vagy azon az osztályon az várna. Ha véletlenül nem szól senki, akkor beosztottam magamnak a kórház 22 osztályát, hogy melyik nap hová megyek, és akkor bemegyek egy kórterembe, és elkezdődik a beszélgetés. Van valami megkülönböztető jel, mondjuk a köpenyén, vagy hogyan, és akkor tudja a beteg, hogy na ő az én lelki gyógyítóm. Ez nagyon érdekes volt, mert ugye mivel nem volt tapasztalatom, hogy hogyan is kell egy lelkésznek, azon kívül, hogy a faluban tudtam, de hogy a kórházban hogyan kell odalépni a beteghez, nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy amikor bemettem egy kórterembe, és elmondtam, hogy jó napot kívánok, a református lelkész vagyok, hogy érzik magukat, akkor ők katolikusok, és köszönjük szépen, ők katolikusak, és akkor ők távolságtartók. Na hát, úgy gondoltam, hogy következő alkalommal úgy lépek, hogy jó napot kívánok, hogy érzik magukat, és akkor már megnyílnak. Tehát akkor teljesen más. Azt hiszem, hogy vallástól függetlenül a betegember, betegember. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy korosztály szerint, tehát kik a nyitottabbak, vagy inkább az idősebbek, vagy a fiatalabbak? Vagy ez nem számít olyankor, amikor az ember beteg? Én azt tapasztaltam, hogy az idősebb korosztály, aki egyébként is kiszolgáltatottabb, nem tud elszaladni, a fiatal fogja magát, föláll, és esetleg kimegy a vécére, vagy elmegy a kínos beszélgetés elől, vagy a számára kínos beszélgetés elől. Mindenféleképpen azt hiszem, hogy ők ez a korosztály, de végül is mindenkinek szüksége van a segítségre, a mosolyra, a jó szóra. Ön is ezt tapasztalja? Pont ezt szerettem volna is hozzáfűzni, hogy igen, az idősek, de amikor például egy betegosztályra megyek, és egy kórteremben vagyok, ugye ott van idősebb és fiatalabb beteg is, és ez olyan szépen oldódik. Tehát amikor ugye hozzálépek, nyilvánvaló, hogy ahhoz az egy beteghez megyek, de mindenki hallja, hogy egy hatágyas az a kórterem, akkor mind a hatam. És ezért nagyon jó ez, mert tulajdonképpen nem csak azzal az egy klienssel foglalkozok, hanem mind a hatukkal, mert az a fiatal is belefog, és az a fiatal is elkezdi mondani az ő problémáját, meg a sarokban levő bácsi is, és akkor végül is egy olyan jó hangulat alakul ki, és végülis mindenki elmondja a problémáját, mindenkinek megoldást próbálunk keresni abban a helyzetben, vagy megnyugvást, és így igazániból, hogy egy egész szoba is kaphat abból a szeretetből, és abból a jóból, amit az ember igyekszik nekik átadni abban a pillanatban. A lelki segítségnyújtásnak van-e valamilyen fizikai megnyilvánulása, tehát, hogy megfogom a kezét a beteg, vagy ő nyúl felém, és hogy megsimogat engem, vagy hogy fontosnak találják ezt. Nagyon fontos az érintés. Nagyon fontos. Ugye az érintésben benne van az, hogy én közeledek feléd, egy válsimogatásban, amikor bátorítalak, tehát nagyon fontos. És tényleg úgy van, hogy a testi gyógyulást megelőzni a lelki gyógyulás. Tehát lelki gyógyulás nélkül igazán 100%-os testi gyógyulás szinte nem jön létre, mert nem érzi jól magát a bőrében. Tehát hiába gyógyul a test, hogyha a lélek egyszerűen ott van egy megrögzött rossz állapotban, mert nem tud kilépni abból a helyet. És akkor lehet, hogy pillanatnyilag meggyógyul, aztán megint visszaesik. Mert ugye a lélek visszahúzza, hiszen nemrég beszélgettem valakivel, akit gyógyítottak, hála Istennek azért sikerült a testi állapotában gyógyulnia, de nagyon érdekes, nem tudott megbocsátani.
és újra meg újra visszakerül a kórházba, nem tud megbocsájtani a családban valakinek, és újra előtör belőle ez a lelki dolog, ami a testben mutatkozik meg, a testi fájdalmakban. És én azt hiszem, hogy valóban a lélekgyógyászat és a testi gyógyászat, a testnek a gyógyítása nagyon összefügg. És én ugye ezt tapasztaltam, amikor beléptem a kórházba, hogy nem tudták megkülönböztetni, vagy nem tudták elképzelni, mit keresek ott. Pap, hát miért jön ide? És csodálatos dolog felfedezni, amikor látszik, és már szólnak főorvosok, hogy legyek szíves, menjek, beszélgessek, mert felfedezték, hogy szükség van rá. Sőt, ez a kapcsolat odáig is fejlődött, ha jól tudom, hogy mise is van valamilyen napokon. Igen, Isten tiszteletnek hívjuk, ugye katolikus társaink hívják misének, reformátusok, ugye Isten tiszteletnek. Minden vasárnap délután 3 órakor van az Isten tisztelet, mégpedig a 2. belgyógyászati szinten, a 4. emeleten, a társalgóban. És erre teljesen függetlenül az jön, akinek szüksége van a lélek gyógyulására, mindegy, hogy katolikus, református, másfajta vallású. Nagyon érdekes, hogy már megtanultam a 4 év alatt, hogy voltak, amikor 15-en vannak, ennyi a befogadó képessége a kis teremnek, és amikor 15-en vannak, az teljesen másabb légkör, mint mikor mondjuk 2-en, vagy esetleg 1 valaki. És megtanultam, hogyha 1 valaki jön, az pont azért van ott, az Úristen azért hozza, mert személyesen ővele kell foglalkozni. Ez 2000-es színvonalban, ugye, mert a kórház létszáma körülbelül 2000 fő, nem nagy dolog, de annak az embernek igen, annak az egynek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne, hogy a fiataloknak is felhívjuk a figyelmüket arra, hogy van ez a feladat, mert otthon is, ugye nagymamával, vagy épp a szülőkkel, ha beteg, bizony jó, hogyha egy-két jó szót a tinédzser is szól hozzá. Van-e valamilyen terv erre nézve, hogy a fiatalokat is, például az egészségügyi dolgozókat, illetve akik tanulnak még, hogy erre fölkészítsék? Nálunk nemrég volt a Berhés főorvosónak az osztályán egy csapat, akik gyakorlati, nyári gyakorlatról jöttek, ugye az iskola, az egészségügyi iskolából, és csodálatos volt megtapasztalni, hogy lehetőség nyílt arra, hogy velük 8-ukkal leültünk és beszélgettünk. Beszélgettünk arról, hogy ki vagyok én, mit akarok én ebben a munkahelyben elérni, ebben a munkában, hogy viszonyulok a beteghez, és mit várok én el, hogyha én leszek majd beteg, és ott fekszek azon a beteg ágyon, hogy szóljanak hozzám. Csodálatos. 1 órát kaptunk rá, de úgy elröpült, és én azt hiszem, hogy anélkül nem igazán lehet felelősségteljes fiatalságot nevelni, hogy ne szembesítenénk őket azzal, hogy egyszer, lassan, fölöttük is sajnos elszáll az idő. És ha megöregszünk, akkor kik fognak engem ápolni, hogyan fognak hozzám viszonyulni. És tényleg, ha belehelyezkedünk a másiknak a székébe, akkor tudjuk igazán értékelni és érezni azt, hogy ő mit érez, hogyan tudok rajta segíteni. Lesz ennek folytatása? Remélem, hogy lesz. Nagyon jó lenne. Nagyon jó lenne. Végére hagytam, főorvosnőt, egy nagyon-nagyon fontos dologról szeretnénk beszélgetni, hiszen nem csak a betegeknek kell megküzdeni lelki bajaikkal, és nem csak a betegekre nehezedik súlyos lelki teher, de bizony az orvosokra is, és az ápoló személyzetre is, akik minden nap, tehát nap mint nap szembesülnek fájdalommal, kilátástalan helyzettel, tényleg szenvedéssel, és bizony mivel érző emberek, megviseli őket. Erre önök kidolgoztak egy nagyszerű dolgot, egy tímet alakítottak 2 évvel ezelőtt. Kérem főorvosnő, hogy beszéljen erről most nekünk. Tehát ez a burnout team. Hát először is pár mondatot mondanék, hogy mi is az a burnout.
Ez egy tünetegyüttes, amely hosszanfeltáll fennálló érzelmi megterhelés kedvezőtlen stressz hatására kialakuló fizikai, érzelmi és mentális kimerülést jelent. Ez egy pszichoanalitikus Freidenberger nevéhez kapcsolódik, 1974-ben írta ő le. Ez a jelenség mindig megvolt, de az utolsó pár évtizedben kezdték el ezt vizsgálni, és azt tapasztalták, hogy főleg az emberekkel foglalkozók, tehát a humánszolgáltatók, az egészségügyben dolgozók körében sokkal gyakrabban előfordul ez, mint más foglalkozás során. Ennek a jelenségnek vannak tünetei, vannak magatartásbeli, érzelmi, mentális tünetei, ilyen például a fáradékonyság, az irritabilitás, a magas vérnyomás, fokozott vagy káros alkohol, nikotin, koffein, drog, gyógyszerhasználat, abúzus, esetleg függőség. Súlyosabb esetekben kialakulhatnak testi megbetegedések, például pszichoszomatikus megbetegedések, mint az irritabilis kolonszindróma, pszichés magas vérnyomás, pszichés, pszichiátriai kórképek is, mint például a depresszió, vagy súlyos esetben szuicidium is kialakulhat. Tehát fontos az, hogy figyeljünk oda egymásra, próbáljuk egymásnak jelezni, mert nem biztos, hogy az egyén, aki ebben a szindrómában szenved, az saját magán érzi, hogy most gond van. Nagyon fontos, hogy a munkatársak ezt jelezzék, nagyon fontos a család, a konstruktív baráti kapcsolatoknak a visszajelzése, hogy figyeljenek oda, és segítséget kapjanak ezek az emberek, akiknek szükségük van rá. És hát erre dolgoztunk ki mi egy ilyen csoportfoglalkozásokat, mégpedig egy megnyert pályázat, a TAMOP 6.2.4-es pályázat, amely a foglalkoztatás segítése a Markot Ferenc Kórházban adott lehetőséget, hogy megalakuljanak a burnout csoportok. Három csoport működik. Egyik csoport a relaxációval segít a dolgozóknak abban, hogy próbálják a lelki egyensúlyukat megtartani. Van személyiségfejlesztő tréning, és van stresszkezelő csoport. A fáradékonyságra rákérdeznék, mert hiszen tudjuk, hogy a ápolónők, a orvosok mennyire le vannak terhelve, és hát magától a munkától is fizikailag is elfáradnak. Meg lehet különböztetni ezt az úgynevezett kiégési fáradékonyságot az egyszerű fizikai, mert elfáradok, mert annyit dolgoztam. Ez egy önmagában egy tünet még nem jelenti azt, hogy ez a szindróma már kialakult, tehát több tünetnek kell együtt megjelennie, hogy nevezhetjük úgy, hogy kiégett a dolgozó, vagy ez egy ciklikus folyamat, amely ha segítünk, akkor ebből ki lehet mozdítani. Tehát egy fáradtságot is ki lehet pihenni. Csak akkor tudni kell az embernek azt, hogy most fáradt vagyok, most kell egy kis szabadidőt szárni magamra, pozitív élményt, érzést, eseményt, és akkor ki tudom ezt pihenni. De ha a mókuskerékben benne vagyunk, és csak dolgozunk, és nem figyelünk oda, és akkor a fáradékonyság épül, alvászavar alakul ki, depresszió alakul ki, testi megbetegedések alakulnak ki, és ilyenkor van már a nagy gond. De lehet segíteni. Szóval nagyon fontos itt is a megelőzés, a prevenció, mert sokkal jobb megelőzni valamit, és belépni ennek a folyamatnak egyes szakaszán segítésként, mintha már kialakul egy betegség, és azt már sokkal nehezebb kezelni. A prevencióhoz nem kell gyógyszert szedni? Nem. A csoportfoglalkozások nagy alkalmasak a prevencióra. Tehát lehetőség van a kórházi dolgozóknak. 2 éve, 2012. októberében indultak ezek a csoportok, folyamatosan vannak, folyamatosan lehet jelentkezni. Eleinte, mint minden újtól, féltek a dolgozók, és félelemmel fogadták, de úgy gondolom, hogy aki ezen a csoporton részt vett, az sokat profitálhatott belőle. Megtanulhatta fölismerni magán a stressznek a tüneteit, megtanulhatott ezen a csoporton kérni, megtanulhatott nemet mondani, az érzéseit realizálni. Ez a félelem abból adódhat, hogy jaj, most nekem föl kell tárnom a
belső bajaimat, vagy más oka is lehet? Adódhat abból, hogy a csoporton nyilván kórházi dolgozók vannak, hogy most akkor a másik előtt, hogy fogok én szerepelni, de ezek nem egy feltáró csoport foglalkozások. A családtagok felfigyelhetnek-e bizonyos jelekre is? Ezek a jelek? A családtagok ugyanúgy észrevehetik bárkinél, hogy valami gond van a személyen. Nagyon fontos a család. És önöknek van is kapcsolata a gondozónak, a családtagokkal is ezen a téren? Nekünk a betegek kapcsán igen, van kapcsolatunk a családdal. Ezeket a tréningnek, vagy minek lehetne nevezni, vagy teszt? Igen, vagy? Igen, tréningek, csoportfoglalkozások. Kórházi szakemberek végzik, vagy külső szakértők? Van kórházi is, a Lubai Sándorné biztos is ismeri mindenki, a Marian csinálta a személyiségfejlesztő tréninget. Most ez áll, mert hogy Marian elment, de valaki majd átveszi a helyét. A Fazekas Györgyi, ő végzi a relaxációs csoportokat, és az Antal Márti, ő pedig a stresszkezelő tréninget. Tehát kórházi dolgozók. 2 év az már elég szép idő ahhoz, hogy visszatekintve tapasztalatokat elmondjuk. Tehát mindenképpen hasznos ez a kórházi dolgozóknak. Igen, pozitív. Aki elvégezte valamelyik csoportfoglalkozást, az pozitívan jelzett vissza. Tehát, ahogy említettem, saját magára oda tudott figyelni. Ezt az időt saját magára töltötte. Az már nagyon fontos, mert hogy az mindig gond, ha saját magunkkal nem foglalkozunk. Mert saját magunkat fel kell tölteni, ahhoz, hogy mi tudjunk gyógyítani, tudjunk a másik emberre figyelni. Ahogy Anikó is, meg Réka is elmondta, hogy az ember a betegekhez is oda megy, tehát az empátiás viszonyulás, azt éreznie kell a betegnek, hogy úgy viszonyul hozzá dolgozó, de azt nem lehet úgy, ha föl van borulva a lelki egyensúlya, mert azt megérzi a beteg, nem csak a beteg, a dolgozó is megérzi, a munkatárs is megérzi, és abból már konfliktusok adódhatnak. Feszültség, irritabilitás, kapcsolatok szűnhetnek meg, jó kapcsolatok. Hát az órára pillantok, még sokáig beszélhetnénk, de sajnos az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Remélem, hogy lesz még majd alkalom újabb tapasztalatok révén, hogy beszélgessünk erről a témáról, hiszen ez úgy gondolom bebizonyosodott, hogy nagyon fontos a lélek, a testi gyógyítás mellett a lélek gondozása, gyógyítása. Köszönöm szépen, hogy bejöttek a stúdióba. Kedves nézőink, ennyi fért most mai adásunkba. Én búcsúzom önöktől, munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Vigyázzanak egymásra, jó egészséget kívánok, a viszontlátásra!